Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjönek is Warframe, jöjjönek is Archwing Mission, mert mindenféléről beszéltem már kezdőknek, de az Archwingről sose beszéltem igazán, úgyhogy most egy ilyen kis rövid összefoglalóból jöjjön, hogy mi a jó Isten nyila az az Archwing. Ugye az Archwinget, a Mission magát megtaláljátok a Codexben, föl lehet venni a Mission, de automatikusan dobja a Warframe a kezdőknek, szóval miután megszerezted az űrhajódra minden alkatrészt, megcsináltad a Hall of the Kubro küldetést, nagyjából azután fog jönni az Archwing küldetés, és hogy csodálkozom, mi az az Archwing. Én nem tudtam az elején, nem is érdekel, de megcsináltam, és akkor kiderült, hogy ez is anyád de jól lesz ki, anyád de gizda, és tök jó játékmenet. Aztán idővel rájöttem, hogy akadálytalanul tudjak haladni a Warframe-vel, és el tudjak menni mindenféle küldetésre. Ahhoz kell az Archwing is, mert ez egy olyan dolog, hogy hiába van meg egy valakinek a csoportban, az nem fog tudni téged elvinni erre a küldetésre, hanem mindenkinek meg kell legyen az adott squadban ez a bizonyos Archwing, és azt kell mondjam, hogy küldetések, alert missionök és sokféle dolog van ott, amire ugye csak ezzel a szárnyal tudsz eljönni. Na most, Kodonát a Archwingnak hívják ezt a szárnyat megszerezni, az elsőt meg lehet a küldetéseken keresztül, ami egy csomó spy missionnel indul, utána pedig egy excavationnel folytatódik a Vénuszon, ahol ne feledd, nem kell sok kört menni, elég ha egy kört mész, és legalább egy 1000 cryoticot kibányász el, és akkor már is megszerezted az összes alkatrészt gyakorlatilag magához ez az Odonata Archwinghez. Nem biztos, hogy olyan egyszerű küldetés lesz ez kezdőszinten, mert megeshet, hogy nagyon lerohannak az ellenfelek, és az ellenfél a Corvus, úgyhogy akinek megje van erre a küldetésre, az nagyon jó jár, mert a kettes képességével tömegesen ölheti a korpuszokat, főleg, hogyha erőre van húzva a magnek a képességei, akkor nagyon effektíven fogod tudni a kettes képességével ölni. Úgyhogy viszonylag könnyű lesz kibányászni ezt az Archwinget. Nos, amint mondtam, egy fontos része a Warframe-nek abból a szempontból, hogy nyugodtan haladhass, és ne érezd akadályát azt, hogy hát ide nem tökenni, oda nem tökenni. Ó, most passza meg, ott van egy oroki reaktor, vagy oroki kataliszt alert, és Archwingen van, nem tudok menni. Van olyan ismerős, hogy a Klálon belül, aki azt se tudta, mi az, hogy van, eladta az alkatrészét, nem gyártottak is, mivel hogy küldetés, így aztán nem játszható újra, csak egyszer, szóval vigyázz, ne add el az alkatrészeit. Nos, ő kénytelen volt megvásárolni a Odonata Prime Archwinget, ugye összeguberálta arra, hogy tudjon jönni alert missionökre, vagy különböző Archwing missionökre, mi kell. Úgyhogy érdemes megszerezni az Archwinget. Nem beszélve arról, nem csak egy Archwing van, hanem többfajta Archwing van, és az egyik legerősebbet, az például csak a klánból lehet kihúzni. Úgyhogy én is megkérem ezúttal az összes Warframe TNA klántagot, hogy hajrá fel Archwing küldetésekre, srácok, mert gyűjtjük a telluriumot, és azt bele kellene rakni a klámba, az Itzal fejlesztésébe, a Tenor Researchben. Nos, ez egyik lényeges dolog. És a másik lényeges dolog, ugye, amit mondtam, amit hallhattátok, ez az pedig a tellurium, egy ritkább nyersanyag, amit csak és kizárólag Archwing missionökön lehet megszerezni. Most ezt a tellurium például azért fontos, mert ebből gyártatod le magadnak az Opticon nevű fegyvert, ami talán az egyik legerősebb fegyver Warframe-en belül. Például akinek megvan a kroma és új kroma sisakokat akarna legyártani, akkor ahhoz is tellurium szükségeltetik. Aki meg szeretné szerezni magának a Limbo Warframe-et, ahhoz Archwing szükségeltetik, és a poén benne, hogy nem is egy gyenge Archwing szükségeltetik, mert maguk a küldetések viszonylag ilyen magas szinten zajlanak a Limboért, és bizony, hogyha nem elég erős a fegyvered, akkor hullasz, mint a légy. Nos, mint ahogy velem is megtörtént, mert ilyen kis tapasztalatlan fejjel futottunk neki a Limbónak, és jé, hát ide egy erősebb Archwing kellett volna. Sokszor van alert, ugye Archwingen, oroki reaktorokon kataliszt, vagy bármilyen másfajta alert. Sokszor találhattok majd tellurium, illetve sokszor, hát ritkában találhattok majd tellurium alerteket is, amik telluriumot adnak, de nem feltétlenül Archwingban. Amúgy nagyon jól indul az Archwing mission, egy ilyen extermination-ön kell végigmenni, és nagyon ilyen cyberharcos
űr-cyberharcos robot feelinged lesz tőle, és elég látványosak és jól kinézőek a küldetések, az az igazság. És mint mondtam, tehát azért, hogy akadálytalanul haladhass a fejlődéssel a Warframe-en belül, egy kötelező darabja gyakorlatilag az Archwing-nek, úgyhogy na. Röviden ennyi lett volna az Archwing, most már ezt is tudjátok, hogy ez mi, és hogy mire szolgál, és azt kell, hogy van, hogyha netán az inventoridba észrevetted, hogy vannak ilyen fura nevek, amiről tudod, hogy fegyver, és mit tudom én, ilyen ugye receiver és különböző stock, meg blade, meg ilyen nevek vannak ott, és tudod, hogy fegyver, de nem tudod, hogy hogyan mi az Isten nyilához tartoznak, vagy hogy miért nincsen hozzá blueprinted, vagy hogy miért nem esik le a többi darabja, pedig már jó ideje játszol a játékkal, és mégse szerezted meg a többi darabját, akkor tudod, hogy azok többnyire úgy néz ki, hogy azok Archwing fegyver darabok, vagy Archwing szárny darabok lesznek, úgyhogy csak ott fogod tudni megszerezni. Na most, kétfajta játékos van azért így a Warframe-en belül, valaki nagyon fogja szeretni ezeket az Archwing-eket, és valaki nem fogja szeretni ezzel az Archwing-eket, az igazság, de szerintem nagyon látványos játék mellette van egy ilyen Archwing Mission-nek, többnyire Interception és Extermination található meg, mindegyik, ez ugye a Interception, amit látod, hogy gyakorlatilag többé is ugye nyíltabb a pálya, jobban átlátható, én ezt a fajtát jobban szeretem, mint az Extermination-t, ahol nagyon ilyen szűk folyosókon kell repkedni gyakorlatilag, és ezt is el lehet tévedni. Na, de ennyi lett volna röviden az Archwing, nagyon többet elmondani róla nem lehet, csak azt, hogy ügyeljetek rá, hogy meglegyen, mert ugye vannak bizonyos fegyverek, amiket csak itt lehet megszerezni, Telluriumot majd idővel biztos, hogy könyörögni fogsz, hogy egy essen, neked is nem fogod tudni, hogy honnan esik, hát akkor csak Archwing missionökön fog esni Tellurium, és ugye azok a bizonyos fegyverek, amikről nem tudod, hogy eddig mi, addig több mint valószínű, hogy Archwing fegyverekről fogunk beszélni. Na most, ennyi lett volna az Archwing röviden, hosszan, tömören. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!